A Pest Erzsébeti evangélikus ifjúság elhatározta, hogy az 1000 éves Magyarország tiszteletére 1000 kilométert tesz meg kerékpárral egyháztörténeti utakon. A kerék föltalálása igen erőteljesen hatott a világtörténelemre, így az egyháztörténetre is. A keresztény misszió az utakon történt. A hit kerekeken terjedt. Erre már a Bibliában is találunk példát. A magyar protestáns egyháztörténet is nagy utakat tett meg Wittenbergtől Sopronig, Budáig, sőt Brassóig. Ezért szállunk kerékre, sőt kerékpárra, gördülünk autó- és vonatkerekeken. Tapossuk a pedált. Érezzük izmainkban az ellenszél és a meredek dombok ellenszegülését. A hit akadályokat, sorompókat leküzdve időben érkezik a bizonyságtétel helyszíneire. Nógrád megyei túránk első állomása Szügy. Az egykori vármegyeháza udvarán evangelizációba csöppenünk. Az evangelizáció lényege, hogy ne csak az értelemig, de a szívig jusson el az ige üzenete. Vigyen döntésre, és elkötelezetté tegyen. A kifejezés, mint a luteránusok neve is, ugyanabból a görög szóból származik, evangélium, jelentése örömhír, jó hír. A luteri reformációi hívei erről az örömhírről, az igéhez való ragaszkodásról nevezték magukat evangélikusoknak. Itt vagyunk tehát egy evangelizáción. A megye szlovák nemzetiségű evangélikussága, biblia szerető, valják az életújulást. Jellemző egyházi adatok erre a vidékre, hogy a legdiktatórikusabb hittan ellenes években is volt hitoktatás, sőt volt olyan település is, ahol 100%-os volt a beiratkozás. Míg fönt szabadon szól az ének, hangzik az ima, lent a mélyben, az egykori vármegyeháza sötét pincéiben, börtöncelláiban fölidézzük a múltat. Bibliai korból halljuk Keresztelő János hangját, aki a parázna Heródest intette megtérésre, vagy a Filippi börtön énekeseit. Szügyről egy török összeírás szerint tudni, hogy 1546-ban már volt egy Szügyi Ferenc nevű lelkésze, akinek volt felesége és egy fiúgyermeke. Bizonyos tehát, hogy Szügyet hamar elérte a reformáció. Az 1500-as évek második felében azonban ez a vidék állandó csatározások színterévé alakult, a keresztény Európa és a muzulmán birodalom mesdjéjeként. Így esetett meg, hogy a település teljesen kipusztult. Csak az 1600-as évek közepén éled újra a község. Úgy emelkedett föl a történelem mélységéből, mint ahogyan mi a sötét börtönből. Újból fölcsendülhet az ének, miként fölhangzott az érces hangja a földbe rejtett kis harangnak. A történetet Záborszky Csaba nyugalmazott lelkipásztor meséli el. 1620-at írtak a jegyzőkönyvek szerint, amikor menekültek a szügyiek, és pedig a török elől. Felvidékre, Ipolyság környékére, ha jól tudom, Palás nevű községbe, magukkal vittek egy nagyobb harangot, kb. Egy két mázsásat. Az egyházközségnek, a régi szügyi gyülekezetnek volt többek között egy kis harangja is, amely kb. 60 kiló súlyú, azt elásták. Mivel szerették az otthonukat a szügyiek, a régi kedves hazát, több mint 40 év múlt, pontosan 44 év múlva, 1664-be jöttek vissza. És akkor már azok a régiek, akik erről tudtak, elásták, nem emlékeztek, illetve meghaltak. És kezdtek egy új életet a romokon, szokás mondani, a régi templomot lassan helyrehozták, és 1650 óta tulajdonképpen majd lelkészi szolgált. És elmúlt 300 év egészen. Megdöbbentő, senki se gondolt már a kis harangra, csak a történelmé, vagy az múlté volt, és egy nagy zivatal... Eltűntnek, nyilvánították. 920-at írtak, akkor egy nyári nap alkalmából, amikor előző nap is ugye nagy zivatar volt, a második napon is, és akkor délután kijöttek itt az itt lakó férfiak, és asszonyok is csináltak lefolyót, elkezdtek ásni kapával, ásóval, és egyszer csak azt veszik észre, hogy valami olyan vas
darab van, hogy úgy mondjam, amit nem tudtak kivenni. És hoztak csákányt, minden, de már szaladtak a hírrel, közben kiemelték egy kis harang. Ez a kis harang 300 évig a föld gyomrába volt, mélyébe elrejtve. Matus János és Kocur Mihály találták meg. Vitték gyorsan a hírt a lelkészüknek, és Isten kegyelmi újra felkerült, most már a nagy templomba. A felírás egy latin nyelvű rövid mondása, az Úr békessége legyen veled. Tudomásom szerint az országban három ilyen kis harang van ebből a korból, hasonlóak mind. Az egyik az Egri Múzeumban került, mert az törött volt, valamelyik faluból vitték oda, és a másik pedig itt van a megyében, katolikus templomban, Nógrád szakában. Másnap gyönyörű reggelre ébredünk. Az aranyló fény mellé elhangzik az ige világossága. Szügy leány gyülekezete Patvarc. Az itteni fiatalok lelkesen fogadnak bennünket, és velünk tartanak Nógrád gárdonyba, ahol meglepetésül meghívnak egy kis lovaglásra. A mezei utakon való zögykölődés kerékpár nyergei után álomutazásnak számít a ló háta. Különleges öttusát állítunk össze azzal, hogy a biciklizés, az úszás és a lováglás mellé fölvesszük az íjászatot is. Leeresztett ez a patkója. Húz, lő! Szügyi lelkész, ifjú Blatnicki János, a község Balassi Bálint íjász egyesületének alapító tagja. Hogy hogyan kerül a csizma a lábra és az íj a templomkertbe, erről valljon ő maga. Az Isten föl tudja használni ezt a szórakozást is. Például úgy döntött az íjász szövetség, hogy a húsvét istentiszteletre egy az egybe eljönnek a templomba. Talán ezt így nézik, hogy hát egy csapat vagyunk, akkor legyünk ebben is egy csapat, hogy akkor eljövünk az istentiszteletre. Ez sport, meg hagyományőrzés, de amikor egy ilyen alkalomra eljönnek, akkor azért csak az igét hallják, és ez egy nagyon jó kapcsolópont lehet. Ott vannak tényleg konfirmandusaim is a közöttük. És egy nagyon jó baráti társaság. Hát sok minden van, ami ugye nem ige-szerű, de azon lehet nagyon sok mindent csiszolni. Tervünk, hogy a ránk bízott evangéliumot Patvarcon is célba juttassuk, ezért este előadást tartunk az új templomban összesereglett gyülekezetnek. Balassa gyarmat 1919-ben a betolakodó csehek visszaszorításával kivívta a Civitas Fortissima, a legbátrabb város elnevezést. Evangélikus szempontból megyeközpont ez a Balassi Bálint családjáról elnevezett város. Sokáig volt esperesi székhely, de dicsekedett azzal is, hogy 4 püspököt adott az egyháznak. Köztük azzal a Kuti Dezsővel, aki a kommunista diktatúra küszöbén még hozzálátott a püspöki székház megépítéséhez, amit azután félkész állapotban az ateista hatalom határőrtiszti lakásoknak kobozott el. Itt volt püspök a híres madácskutató Szabó József is. Képeiket a nemrég épült új gyülekezeti házban láthattuk. ...1785-ben az akkori akasztófa dombra helyezték a templomot. Talán ebben is a protestánsokkal szembeni hatalmi ellenszem mutatkozik meg. Minden esetre nem áll távol az egyháztól a vesztőhely, hiszen Urunk a Golgota keresztjén halt meg az emberiségért.
Erről tanúskodnak a szószék mellvédjén megfaragott evangélista. A Tihi Kálmán által festett oltárkép pedig azt hirdeti, hogy Jézus a gyermekek, elesettek, árvák és betegek megváltója. A templom rekvirálás miatt 1927-ben újra vásárolt három harangja érdekes egyház történeti elnevezést kapott. A legnagyobbat Lutherről, a legkisebbet a gályarabokról nevezték el. A régi parókia udvarán földtörténeti emlékként díszeleg a több millió évesnek tartott megkövesedett fatuskó. Nem kövesedhet meg viszont az egyház élete. A diakoniai munka, a szeretett szolgálat állandó jellemzője a keresztény közösségeknek. Ebben az otthonban vezetőként szolgált évekig a diakonissa költőnő Turmezei Erzsébet. El nem hallnak téged, el nem távozom, kiáltasz hozzám, és én meghallgatom. Hát ne félj én népem, hisz tiéd az örökségem, ne félj és ne lángadjál, hisz neked győzöd kell. A városban hivatalnokoskodó Mikszáth Kálmán irodalmi munkásságára nagy hatást gyakorolt az itteni pallócok élete. A skanzen épületeit nézve látjuk az egykori összhangot az ember és a természet között. Nem volt szükség importra, exportra, olajkútra és műanyagra, de még mérnökre sem. Az ember a közvetlen környezetéből élt, építkezett, készítette munkaeszközeit. Talán mert közelebb volt a teremtőhöz, jobban becsülte az életet, és ragaszkodott annak adottságaihoz. És boldog volt. Még nem kezdte ki az elégedetlenségkeltés bábeli ötlete. A vidék irodalmi és művészeti központjának tekinthető Balassa gyarmattól nem messze található a történelmi múltú Széchény, melynek élete szintén az erőszakosan kialakított országhatár nyomasztó közelségétől csonkult. A barokk kastélyt a Forgách család a 17. század második felében építette, a középkori vár falainak felhasználásával. Az Ipoly völgy szélén állt egykor az a vár, amelyet a török kiűzésekor fölgyújtottak. A Széchenyi Vár története című kiállítás a vár börtönbástyájába is betekintést nyújt, és felidézi II. Rákóczi Ferenc emlékét. Széchenyi városának fontos szerep jutott a vezérlő fejedelem életében. 1705-ben a vár alatti széles mezőn az úgynevezett Borjúpáston összehívott rendi országgyűlés kiáltotta ki fejedelemmé Rákóczi Ferencet és mondta ki az anyaország unióját Erdéllyel. A nagy evangélikus templom egykori népes és lelkes gyülekezeti életről tesz híradást. Ma a gyülekezet Csalgotarján filiája. A szomszédságban a romai katolikus ferences templom és a kolostor. Az eklektikus stílusú, a 18. században emelt harangtornyot 1893-ban alakították át tűztoronnyá, mely az idők folyamán elferdült, és így nem tartja magát a vízszintre merőleges irányhoz.
Csapatunk azonban vízszintre lelt, és meg is mártozott a nyírjesi tavakban. Innen küzdöttük magunkat át a hegyen Csesztvére. Ebben a hangulatos kis faluban lakott Madách Imre 1845 és 53 között. Itt írta a világhírű Az ember tragédiája című művét. Családi kúriában látható gazdag emlékkiállítás utal a tragédia világkörüli útjára is. Emlékeztettünk arra, hogy Szabó József balassagyarmati püspök igen sokat tett a Madách kutatás területén. A nagyra értékelt műről mégis el kell mondanunk, hogy rányomta bélyegét a 19. század igen erőtlen keresztény teológiája. Nagy hiányossága, hogy a messiás, a megváltó Jézus Krisztus nélkül szól az emberről, aki nélkül valóban tragédia az ember élete és jövője. A szomszédos Árpád-kori templomban arról a magyar keresztény múltról győződhetünk meg, mely immár ezer esztendeje reménysége és egyetlen megmaradása népünknek. A csesztvei evangélikusok is átéltek csodákat. Például azt, hogy a kommunizmus legnehezebb éveiben megadta nekik a történelem ura, hogy új templomot építhessenek a régi helyébe. Következő szálláshelyünk felé két út vezet. Mi a kevésbé dombos ágat választjuk, nem csak a könnyebb bringázás miatt, hanem azért is, mert be akarunk térni Cserhát surányba. Itt található Nógrád megye legrégebbi barokk evangélikus temploma. A településen birtokoskodó Sréter György 1767-től evangélikus udvari káplánt tartott. A templom elődje egy sörházból átalakított imaház volt. Nem kelletelt egy hajós, homlokzati tornyos templom. A belső teret sík mennyezet fedi, szentélye kosáréves záródású. Sekrestyéje nincs. Szószéke oltára épített, karzata kosárívekkel összekötött pilléreken nyugszik. Padlója téglával burkolt, a karzatra és a toronyba fa csika lépcső vezet. Tesedik Sámuel nevével itt is találkozunk. A Sréter kúria előtti parkban álló szobor arra emlékeztet, hogy az evangélikus egyház történet nagy alakja itt kezdte meg lelkészi szolgálatát, mielőtt Szarvasra költözött volna. A műemlék katolikus templom dombjáról még egyszer végighordozunk tekintetünket, hogy azután a terény felé vezető dűlőúton kerekezzünk tovább.